Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Sziasztok! Ebben a videóban meg fogjuk nézni, melyik a világ legolcsóbb forró levegős forrasztófákája, forrasztó állomása. Igen, megint vettem egy IBS mocskot, és most ki fogom nektek unboxolni ide, magyarul kibontom. Most hozta a futár, kerek egy órája, csak olyan rohadt meleg van, hogy egyszerűen nem bírtam rávenni magam semmire. Hát van egy kerek 30 fok, most szépen kibontjuk. SMD Rework Station. Mondják ezt egy állítható hőlégfúvóra. Gratulálok. Gyere ki. Mondom, gyere ki, bassz meg. Nem sikerült. Jó, lebontjuk le a dobozt. Nos, az a lényege ennek, hogy ez tulajdonképpen, ahogy én néztem a képeken és a leírásában, ebben a dobozban egy ilyen forrasztóállomásnak kell lennie. Ez egy új YUL858D, tehát UJE 858D, ami tulajdonképpen egy forró levegős forrasztó állomás, Rework Station, hogy ezt szépen hívjuk. Úgyhogy meg is érkezett, kerek 48 dollár volt, aztán megfogták a vámon, ami kerek 4900 forint volt, és 4700 forint kezelési költséget még hozzaszámoltak, tehát kereken 21000 forintba jött ki nekem, az amúgy 13000 forintos tudsz. Gondoljátok, mennyire voltam boldog. Kanji. Na jó, nem tudom, a kínai kanjit hogy hívják, hogy a kínai is kanji, vagy csak a japán kanji. Ez ilyen kis székházikó fenyőfa. Oké, ezt szerintem nem fogom kitölteni. Van itt egy Operation Instruction. Egy darabi instrukció van benne, vagy több. Hát nem baj. Csinglisül gondolom. Ebből majd még szemezgetünk, de mivel mi szarunk a gyártó véleményére, ezért egyből ki is bontjuk, megnézzük, hogy mit kapunk. Kerek 40 pár dolcsiért, tényleg minimális pénzért, amivel elvileg SMD alkatrészeket tudunk forrasztani. Na itt vannak hozzá a fejek. Ezeket kell a hőlégfúvónk végére tenni ahhoz, hogy hát ez egy gyönyörű, ezt a forrasztást érdemes megnézni. Ez gyönyörű szép, figyeld. Igazi kisipari munka, kisipari kínai, kis kínai ipari. Itt van hozzá egy fogantyú, ez is szép kopogós műanyag. Itt kiesett valami QC, gondolom quality checked, nem tudom, ez is kis kínai házikó. Ez lesz valószínűleg a chipet, amit adnak hozzá. Ez egy jó kérdés. Meg egy csavar. Hogy ezzel sokra menjünk, az tény, de az odébb rakom, majd később foglalkozunk bele. Van egy 220-as kábel, hagyományos PC-s kábel, és maga a forrasztó állomás. Egész jó súlyban van igazából, azt hiszem, van egy másfél kiló. És fény burkolata van, itt ide jön majd a, gondolom ez, valahogy így. Ja. Körülbelül. Megnézzük majd a leírásba. Van rajta egy 7 szegmenses kijelző, egy állítópótméter, egy pöcök. Jaj, de rossz nyomásérzete és hangja van ennek a gombnak. Szörnyű. Van egy kalibrációs trimmer poti benne, egy csatlakozó gondolom magának a fejnek, vagy a forrasztó főlégfúvónak. És egy kibekapcsoló gomb. Nem vitték túlzásba. 700 watt, 4 amper, made in China. Rework Station. És itt van maga a forrasztó fej, páka, izé. Nem is páka ez. De szexi hőlégfúvó. Ez egy az egyben ugyanaz, mint egy hőlégfúvó. Most éppen nincs nálam egy hőlégfúvó, de ha lenne nálam a hőlégfúvó, az kb. Így néz neki. No de. Ha ráteszünk egy ilyen szart, voilà, Rework Station. Mindez 40 dolcsiért. Nem. Összeraktam ezt a chipet, de hát ez nagyon ortopéd. Nem tudom, hogy ezt így kéne kezelni, mint a valami ilyesmit. Hát nem tudom, talán használható, talán nem. De nem is azért vettem meg az egész tucat.
Na, de van itt egy használt utasítása, ami hát csinglisül van, de egész értelmezhető. Hát ugye minden, amire az van írva, hogy Mainland China, az valószínűleg csinglisül lett, meg hát ilyen lesz, amilyen. Itt viszont van egy ábra, egy mondjam, robbantott ábra erről a fejről. Itt látható, hogy valószínűleg a hőérzékelő szenzora magában a fűtőbetétben van, valahol itt, ezen a részen. Ami azt jelenti, hogy nem ugye, nem itt a fejben, ahol kimegy a levegő, ami gondot jelenthet a beállításnál, viszont ezt tudni kell, rá kell számolni pár tíz fokot, amire ez lehűl és ugye kijebb jön belőle, nem tudom. Tehát nem lesz alkalmas nagyon-nagyon pontos SMD forrasztásra, viszont csatlakozó cserékre, meg apróságokra simán használható lesz. Meg olyan helyeken forrasztani, ahol baromi nem férek el ezzel a pálkával. Üzemeljük be gyorsan, mert kíváncsi vagyok, hogy működik-e. Lássuk. Ó, jó. Ó, már fújja is a levegőt. Pedig elvileg ennek meg kéne állnia. Aha. Fújja. Aha, hogyha teljesen behúzom ide, akkor megáll. Valószínűleg van benne egy halelem vagy olyan hasonló, ami egy kis fém darabbal, mondjuk ennek a konzoljával valamennyire érintkezik, nem tudom. Lehúzzuk. Már fújja. Err. Egész jó. Sőt. Na, ez egész forró. Viszont egész lassan is tudja fújni. Finoman. Azt írta, hogy háromfázis motor van benne. Amit el is hiszek, mert nagyon halk. Hallgassátok? Szinte alig hallani, tehát nem ez a hőlégfúvós ordítása van, hanem egyszerűen csak jó. Most 100 fokra van állítva. Feltornáztuk. Mondjuk 200-ra. 220-ra. Itt a 46-250 a max, azt hiszem. Melegszik. Hú, de meleg. Oké. Okay. Jó. Nem mindig találja a helyét. Na már ki van kapcsolva. És működik az a funkciója is, hogyha berakom ide, addig fújja a levegőt, ameddig le nem hűti a fűtőszálat, és ha leütötte a fűtőszálat, akkor ugye kikapcsolja a levegőt. Aha, ki is kapcsolta. Ez egy egész jó kis forrasztó állomásnak tűnik. De először kéne próbálni, hogy használ is valamit. Tehát hozok mindjárt valami felettszerelt áramkört, amiből bontunk pár apróságot. Csak úgy tesztként. Amit itt láttok, az az egyik nyomtatónak, vagy hát nem. Ez pont egy tévének a, vagy monitornak az alaplapja. Tévének, mert van benne PCMC, meg SCART. Tévének az alaplapja, és erről szeretnénk mondjuk lebontani első körben néhány kis ellenállást, kondenzátort és SMD elektrolit kondenzátort. Ehhez pedig ezt a maradék kis forrasztó vizet fogom használni, hogy könnyebben megfolyjon a forrasztón, és ebből vennem kell még, mert kibújtottam egy előző videóban. Mondjuk ezzel itt kezdjük az IC-vel meg a kondikkal, megkenjük. Úgy. Na, lássuk mit tud a forrasztóállomás. És lejött. Igaz, hogy 100 fokkal többel kellett megfújatni. De lejött. És visszaviszem. 250 fokra. 270-re. És megpróbálok egy másikat leszedni.
Hát picikét még ki kell tapasztalnom, mert ilyen nem is soha sem dolgoztam. Sehol sem. Jóval sem, rosszal sem. És épp ezért nem mondok róla véleményt. Maximum annyi, hogy számomra használható-e vagy sem. És remélhetőleg egy jó kis eszköz lesz repertoáromban, arra, amire nekem szükségem van. Visszavettem a levegőből 6-os szintre, tehát ez egy ilyen feles körülbelül, 3-4-es. Ez most így jónak tűnik. Kíváncsi vagyok, hogy 270 fokon megolvasztja a forrasztónt. Az a baj, mint mondtam, túl messze van a szenzor a forrasztó fejétől, a csőtől, ezért nem tudni, hogy pontosan mekkora hőfokon fúj. Azt tudjuk, hogy mekkora hőfokot állít elő, de mekkorán fúj, azt nem tudjuk. 299 és már egész... aha, meg, oké. 280-290, tehát olyan 50 fokot azért illik rászámolni. Ez a chipes, ez abszolút useless. Teljesen használatlan. Szar, mondhatni szar. Túl vékony. De nekem van jó chipesem. Van nekem egy szép ilyen chipesem, ezzel szerintem egy fokkal könnyebben fog menni a dolog. Na, tovább próbák. Ugyanúgy kis kondenzátorokkal. Vagy menjünk már nagyobb darabokra? Nagyobb kondenzátorra megyünk inkább. Emeljük 290 fokra. És lejött. Várja. Az is lejött. Hát igen, valószínű, hogy ugye a forrasztónak a dobálási hőmérséklet az 220-250 fok. Ez a 180, hogyha ohmot is tartalmaz. És hát igen, valószínűleg ennyivel kell túlméretezni a hőmérséklet ahhoz, hogy rendesen tudjunk leforrasztani. Hát igen. 13.000 forint. Tehát mit kapsz annyiért? Két pofont körülbelül. Azt kell mondjam, határozottan működik. Ezeket a kis kondenzátorokat leszettem vele szépen. Na, egyiket el is hullajtottam. Nem tudom, hogy egy rendes, gondolom, hogy egy rendes profi tudta ennél egyszerűbben meg lehet mondani, viszont ezzel nem nagyon szednék le például ilyesmi IC-ket, tehát ez egy biztos, hogy halál lehet vele. Viszont apróságokat leszedni és visszarakni, például csatlakozókat, mindjárt megpróbálok valami felletszerelt csatlakozót is felrakni vele vagy leszedni. Mondjuk ezen pont nincsen, de mondjuk ilyesmiket, esetleg apró IC-ket, szerintem egész biztonsággal lehet vele forrasztani. Hiába az árához képest szerintem nem egy rossz dolog. Nem ügyes kis szerkezet. Igazából csak a vám volt húzós benne. Jó, jegyezzetek meg, nem UPS-szel kell rendelni, nem is DHL-lel, hanem China Post-tal, és akkor talán nem akad fönn a vámon. Ha meg igen, akkor Tomi van. Próbálj meg ezt a kis felletszerelt háromlábú valamit, valószínűleg felszabályzó lesz, vagy valami hasonló, vagy tranzisztor, vagy akármi, bár inkább felszabályzónak tűnik nekem, próbált megérni. Valami nagyobbat is teszteljünk fel, amit lehet. Teszünk rá egy kis forrasztóvizet. El is tört. Hát ez nem jött össze. Mindent össze lehet nem mondanék egyelőre sem jót, sem rosszat erről a forrasztóállomásról. Tény, hogy teszi a dolgát.
tény, hogy van még valamit gyakorolnom, ki kell tapasztalnom, és mivel ilyen forrasztóállomással még jó minőségű profi géppel sem forrasztottam, ezért az én véleményem nem releváns. Viszont aki használná, mint állítható hőlékfúvót, annak bőszen ajánlom, mivel teljesen használható minőségű, ahhoz képest, hogy mennyire olcsó, ahhoz képest egy viszonylag jó használható fákának tűnik nekem. És igen, kellene egy jó kis hőmérő, amivel meg tudnám mérni, hogy tényleg valójában mennyi az a hőfok, ami kijön belőle, előbb-utóbb be is fogok szerezni, és akkor egy normális tesztet is fogok róla csinálni. Addig viszont, mint bemutató, apostrofálnám ezt a videót, hogy bemutatom, hogy egy ilyen létezik. A következő videóban szét fogjuk szedni, csak hogy megnézzük, hogy mi van benne, és addig is lájkolj ezt a videót, és a Facebookot, és a YouTube-on nincs lájkolás, de Facebookon van, úgyhogy Facebookon lájkoljál, és itt meg iratkozz fel. Ja, itt teljesen jó. Na, sziasztok!